Egy igét hoztam ma estére, Jézus hegyi beszédének egy örökérvényű gondolatát, mondatát. Beszédetek legyen mindig igen, igen, a nem pedig nem. Minden más az ördögtől való. Igen és nem. Így legyen. Estén házigazdája, Kerekes Barnabás. Azt húzás. Nagy tiszteletű Berkesi Gábor a házigazda. És ide tolakodtam, mert van némi közöm ahhoz, aki a ma esti az előadója. És óriási dolog szerintem, hogy sikerült őt megnyernünk, hiszen nagyon sok felé a világban örömmel veszik, ha Juhász Judittal találkozhatnak. Érdekes világban vagyunk. Tegnap este éppen arról beszéltem, hogy ha 10 beszélgetésből, amikor valaki nincs ott, és annak a háta mögött mondanak valamit, általában 7-8 valami rosszat mondanak. Az már egészen különleges, hogyha olyan emberrel lehet együtt az ember, akiről még nem hallott rosszat. Ilyen csodával van dolgunk ma este, és ez a csoda testben is itt van, hiszen Juhász Judit ennek a ma estének az előadója. A beharangozóban is nagy tiszteletű úr elmondta tegnap, kormány szóvivői tevékenysége kapcsán biztosan nagyon sokan ismerik a televízióból, előtte minisztériumi szóvivőként is. Talán elég sokan láthatják, hogy a Magyar Örökség díjat, amikor átadják, és a televízió időnként erről tudósít, vagy legalább néhány kockát mutat, akkor ott van a lélek ebben a teremben, és ez ő. Ő az, aki élteti, mozgatja a Magyar Örökség díjat, igaz, nagyszerű emberekkel körülvéve, de ő az, aki mégiscsak mozdít ezen. Aki a Katolikus Rádiót hallgathatta éveken át, az hallhatta időnként a nevét említeni, őt magát is nem egy alkalommal, de ennek a Katolikus Rádiónak a vezérigazgató helyetteseként annál sokkal-sokkal többet tett, mint hogy egyszerűen valaki egy ilyen rádiót működtet. Mivel ő volt a megmentők annak idején, 2007-ben, amikor kisöpörtek bennünket a Magyar Rádióból a Beszélni Nehéz műsorral, egyetlen szóra azonnal átvett bennünket, már ezért is élete végéig, és a magunk élete végéig is feltétlenül hálával tartozunk neki. De ennél sokkal több, és most ha óvatosan körülnézek, látok olyat, akinek a Katolikus Rádióhoz volt köze és van köze. A vele való beszélgetésből is az derült ki, hogy valóban lelke volt ennek a rádiónak, és ez a lélek egyértelműen a vezetőjétől származott, aki hihetetlen gondossággal és figyelemmel volt mindig a munkatársak iránt. Nagyon sokat dolgozó embert az ember ismer. Az, hogy most a Magyar Művészeti Akadémia dolgában az elmúlt években az ő megnyilvánulásait hallhattuk, időnkénti megszólalásait, az, hogy valaki nagyon sokat dolgozik, az mással is előfordul. De hogy ilyen szerte ágazó tevékenységet folytasson és ilyen nagyszerűeket alkosson, az egészen különleges. És talán most sem véletlen, hogy a jelenlévő fiatalok néhányan meglepték a jelenlétükkel őt, mert hogy az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökévé választottuk Judit asszonyt az elmúlt év decemberében, és amikor hónapokon át előtte próbáltuk előkészíteni ezt a választást, akkor nem volt kétséges, hogy a legalkalmasabb ember ő. Egy dolog fontos csak, hogy ezt a frissességet, ezt a hatalmas munkabírást és ezt az óriási lelket, ameddig csak lehet, tudja megőrizni. Azt hiszem, ez az egyik legnehezebb dolog ma ebben a meglehetősen zaklatott világban. És ha azt mondjuk, hogy újságíró a bemutatkozás, akkor, mert hogy a Magyar Rádió alelnökeként, ráadásul a műsorokért felelős alelnökeként elképesztően sokat dolgozott és tett, és a magyar médiában nagyon-nagyon sok mindent és sok mindenkit ismer, akkor ha valakit ma a közszolgálatiság és kereskedelmiség témakörében az ember szívesen hall, aki hiteles is, ráadásul az erkölcsi alapokkal is megerősítve mindazt, amit mond, akkor az csak is ő lehet. Azt hiszem, igen jól tettük, hogy ma este lejöttünk. Kérem szépen az elutazását. Csak egy pillanatra felállok, mert most kellene gyorsan elnézést kérnem és távoznom, mert ilyen bemutatkozás után az ember csak csalódást okozhat a hallgatóságnak. Mert túlságosan elfogult velem a tanár úr, és ez már régi jó szokása. Azt mondom, hogy jó szokása, mert természetesen az ember boldog, hogyha szeretik, és hogyha ilyen
általam is nagyra becsült tanár tart engem egy igyekvő, becsületes rádiósnak, újságírónak, embernek, úgyhogy jól esik, de valóban túl nagy várakozást ébreszthet, azt hiszem, a hallgatókban, különösen azokban, akik nem ismernek. Hallanak engem itt hátul is, egy kicsit recsegek, ropogok, de azért. Köszönöm. Le fogok azután ülni, csak szeretnék fölmutatni egy újságot, bevezető ül, ha nem felejtettem el betenni, de ha nem felejtettem el. Ez egy tegnapi lap, csak azért elhoztam, mert Erózsa Szál szebben beszél minden szövegnél. Ugye ez egy metróban kapható ingyen újság, valamennyien ismerjük, kedves diáklányok, diákfiúk kínálják, vagy, igen, vagy elveszik az emberek a rekeszből. Ez a tegnapi szám. És ugye a leghátsó sorban is el tudják olvasni a fő témát bevezető headline mondatot. Már 4-ből 3 kutya kapott csipet. Tehát ez a legfontosabb, a legnagyobb közérdeklődésre számot tartó, a hazai és a nemzetközi politikában, gazdasági életben, pénzügyi életben, a válságoktól, munkanélküliségtől és sok mindenféle feszültségtől terhes világunkban. Ez az első, amit közölni akarnak velünk, erről aztán van is bent, nem tudom, hanyadik oldalon részletesebb beszámoló is. És azután alatta van egy fotó, nem állítom, hogy a nemzetközi fotópályázaton első díjat nyerne a készítője, pedig a televízióban láthattuk ugyanezt a felvételt, ahogy a hosszú kilométeres sorban viszik a 200-valahány méteres székely zászlót. De olyan nagyjából ugye ki se lehet venni elsőre, hogy mi ez, és jó kisbetűkkel írják, menetelés a székely autonómiáért. Menetelés a székely autonómiáért. Ennél tárgyilagosabb, ridegebb, visszafogottabb főcímet nehéz találni annak a ténynek, ami vasárnap lezajlott egyrészt Romániában, másrészt az egész világon, hiszen több százezer ember ment ki az utcára, és méltósággal, elegánsan, csöndesen kifejezték akaratukat és együttérzésüket ezzel a románok szerint 15 ezernyi, a szervezők szerint inkább 150 ezernyi lelket számláló tüntetésen, amelyen nem kértek kevesebbet, mint azt az autonómiát, amely sok-sok évtizede megilletné már a kisebbségben élő Erdélybe, Romániába szorult nemzetiséget. Tudjuk, hogy a régiók átszabásával miben settenkednek, sántikálnak a román politikusok, ehhez remekül asszisztál a polgárok egy jó része is, de azt is tudjuk, hogy ez óriási bátorságot, ez nagyon nagy összefogást, ez igazi emberi szolidaritást jelentett mindazok részéről, akik erre elindultak meg, akik Budapesten a Hősök terén összegyűlve elballagtak a román nagykövetség elé, ők is sok ezren voltak. Tehát a jelzés anélkül, hogy most egy kicsit többet beszéltem róla, de mégis, amíg én is bemelegszem, addig egy kicsit felpörgettem magam, hogyan lehet egy sok százezer példányban, mert ez több százezer példányban jelenik meg ez az ingyen újság, ennek az első főszerkesztője a Magyar Rádió hírszerkesztőségében dolgozott, majdnem egykorúak vagyunk, amikor ezt 90-ben vagy 91-ben a svéd alaptőkéből életre hívták ezt az újságot, bevallom, el nem tudtam képzelni, hogy ez nyereséges lehet, és ebből hosszú távon hatalmas üzletet csinálhat a svéd tulajdonos, hogy ingyen adnak újságot, amelyet kizárólag a reklámok és a titkos szponzorok tartanak el, mert a titkos szponzorok azért mindig vannak. A hátsó oldalán látjuk, állami hirdetés van, ugye, a Mindig TV, tehát állami pénz van benne, úgy mondom, a mi pénzünk, és azután a legkülönbözőbb cégek hirdetnek, ajtó, ablak, fit, aréna, hatos lottó, nem sorolom, hiszen ismerik, egész oldalon az RTL klub egyik hirdetése. Tehát ez a lap eltart egy
elég nagy létszámú szerkesztőséget, és nagyon-nagyon jó busás haszonnal gazdagítja a tulajdonosát. Napról napra megjelenik, és azzal is politizál, és azzal is alakítja a közvélemény gondolkodását, a mindennapjait mérlegelő, a döntéseit tervezgető állampolgárt, amiről nem ír, amit háttérbe szorít, amit esetleg egy kis mínuszos hírben rejt el valahol, vagy amit így tálal. Ránézünk, és rögtön jelentéktelenné válik az, ami sok millió embert érint. És valami különös, idétlen jelentőséget nyer az, ami szeretjük a kutyákat, itt a Pozsonyi úton is nagyon sokat sétáltatnak meg a szem. Tehát itt nincs semmi probléma velük, ha nem kakilnak sokat az utcán, de hol jön ez a kettő együtt? Tehát a szerkesztő, a képszerkesztő éppen úgy, mint aki a címeket emeli ki az egyes cikkekből, fantasztikus árnyalatokkal képes befolyásolni az agyunk működését, az ítéleteinket, az igényeinket, a kíváncsiságunkat, a másikhoz való fordulásunkat. Azt hiszem, ebből elég is ennyi, de talán tudtam vele érzékeltetni, hogy az ember föl se figyel rá, úgy igazából elsiklik fölötte, megszokta, hogy ilyen. Igen, ez a bulvárnak egy jobb fajtája. A bulvárt egyébként a 90-es években, 88-89-től kezdtük megtanulni, hiszen Magyarországon azelőtt nem volt bulvár, mint ahogy nem voltak magántulajdonban lévő lapok sem. Emlékeznek rá, a 70-es, 80-as években teljesen mindegy volt majdnem, hogy a Magyar Nemzetet, vagy Népszavát, vagy a Népszabadságot olvassuk. Gyakorlatilag ugyanaz a szürke unalom volt, az állampárt által irányított témák, sorrendek, súlypontok. Át lehetett olvasni, igazából nem volt különösebb tétje. Az emberek azt tanulták meg, hogy hogyan lehet a sorok között olvasni, és azért vették meg sokan a Népszavát, mert nagyon jó kulturális melléklete volt, akkoriban még voltak versek és novellák és irodalom. Tehát a 80-as évek legvégén és azután a 90-es évekkel a rendszerváltás után a magántőke megjelenésével ismertük meg a bulvárt. De hogy ezt hogyan tudjuk a legegyszerűbben a különbséget megtenni, ahhoz én engedjék meg, hogy felolvassam, ami egyik kereskedelmi televíziónknak, a TV2-nek a mai műsorkínálatából általam kijegyzetelt címeket. Tehát műsorcímeket, ezt a fiatalok tudják, hogy ezzel mindig hatásosan operálok. Annyi a változás, hogy mindig az aznapit vagy az a hetit nézem. Így most hitelesen az egyik programújságból a következőt írtam ki. Tehát illusztráció a kereskedelmi média témavilágára, témaválasztására, érdeklődési körére, és arra a hatásmechanizmusra, amit kiváltanak belőlünk. Tehát, Total Kár, kora reggel. Azután jön a Tények és a Mokka című úgynevezett aktuális reggeli műsor, aki ismeri, tudja. Utána Stál Judit konyhája, 10 perc baba percek, tehát a család számára a napi, én nem is tudom hány órányi műsoridőből, 24 óra valószínű, abból 10 perc baba perceket szentelnek, és ezt el is számolják az ORTT-nél, mint közszolgálati tartalmat, ugyanúgy, mint a Tényeket, a Mokkát, és este a különböző, és a sok pénzt is bevassalják érte. Pontosan. 9.40-től 10.50-ig telesop van, tehát tudjuk, igen, lábasok, köcsögök, kések, mindenféle fantasztikus és nélkülözhetetlen cucc, majd utána az asztrovilág, amelyben ugye jó sok mondják meg, hogy mit is reméljünk és miben higgyünk, azután jönnek a sorozatok, amit a szív diktál, mexikói sorozat, Knight Rider, Shopping királynők, hölgyeim, Shopping királynők is léteznek, én ezt most tudtam meg, ezt a sorozatot sose, egy többit sem nézem, de a címeket megszoktam. Családi titkok, magyar reality sorozat, ez is a
tőkés világ terméke, a globalizáció terméke, mondjuk inkább így, azután Fogyi Rékával és Norbival, majd habatortán a főzőcsata, vagy vacsoracsata, vagy nem tudom, ebből is élvezhetetek nyáron egy kis részletet, vittem, azután, és többen szóltak, hogy most már elég, ne játsszam le, gondoljátok meg, hogy ilyen igényes közönségnek adhattam elő nyáron az anyanyelvi táborban, akik azt mondták egy 8-10 perc után, amikor a vacsoracsata egy nemes részletét lejátszottam, hogy elég ebből ennyi, elég, na, jó. Azután Édes Élet, szintén egy reality show, majd jön az Aktív, ugye a közszolgálatinak becézett hírműsor, utána nem is tudom micsoda, az Amerikai Pite harmadik része, a Zsaruvér, megint az Asztrovilág éjjel, szerintem ebből eléggé jól áttekintettük a választékot. De nézzük meg például a National Geographic nevű úgynevezett természetet tisztelő, politikamentes, jó ízléses műsorválogatást. Ezt azért szeretem mindig megnézni, mert néhány fodrásznőnk is, meg többen hallom, hogy én nem nézem ezeket a szörnyű kereskedelmi csatornákat, én csak az Animal Planetet, meg a National Geographicot nézem, ki se tudják rendesen mondani, mert hogy ott jó műsorok vannak. Na most azt is átnéztem, a mai kínálatot. Szélsőséges világegyetem. Légi katasztrófák 11. rész. Az USA legsúlyosabb balesete. Azután. Hulla Verda. Olcsó roncsok. Tonhal csaták. Bekasztlizva külföldön. Kincsvadászok. Hadurak. Kalózok pisztolya. Országút a pokolba. Családi vállalkozás. Katasztrófák nyomában. Azután. Az amerikai maffia titkos története. Azután drogfogások a repülőtéren, kokain futár. Mészárlás Norvégiában, a túlélők szemével. Majd légi katasztrófák 11. rész, viharos felszállás, és így tovább, és így tovább. Tehát az úgynevezett természet filmek és a természet, tehát a világ, az univerzum nagyszerűségét bemutató csatornákon, ezekből van töménytelen. Tehát az, hogy egy, hogy mondjam, csak a vadon szépségét, a tenger gyönyörűségét, a hegyek romantikáját bemutatni vágyó szerkesztők és filmesek helyett a megrendelő, mert itt nincs mese, itt a tulajdonos a megrendelő, aki a csatorna, és aki valami horribilis dollármilliókat kaszál évente ezeknek a csatornáknak a tulajdonából, azok ilyen kriminalizált természeti felvételeket és úgynevezett dokumentumfilmeket rendelnek. Mert állítólag ezt nézi a legtöbb ember. Ez érdekli az embereket, ami egyébként szerintem mélységesen mély csalás, mert az embereket az érdekli, amit ne tagadjuk, a televízió az életünk része. Tehát nem lehet ebben a 21. században már úgy tenni, hogy megvannak az emberek tévé nélkül is, nincsenek meg. Ehhez már kellőképpen szocializálódtunk, és bár jó néhány fiatal család mostanában, az én gyerekeim is, egy ekkora kis tévét tartanak csak a szekrényben, és azt nagy ritkán előveszik, hogyha valami videót, vagy nem tudom mit akarnak rajta keresztül csatlakoztatni a gyerekeknek, tehát egyszerűen nincs televízió a családban, de a világban van televízió, és a legnagyobb hatású eszköz, tömegkommunikációs eszköz a televízió. Na most a televízióban természetesen, hogy a legnagyobb tömeg, a legnagyobb létszámú tömeg, azért az izgalmas, az érzékekre és a fantáziára ható, az inger küszöböt mindig-mindig följebb ívő filmekre bukik, úgymond. Tehát a legnagyobb kereskedelmi bevétel ezeken a filmeken, az akciófilmektől kezdve mondom, az ilyen kriminalizált természetfilmekig van, mert ott lehet a legnagyobb reklámfelületet is értékesíteni. Mert ha kimutatják, hogy azt a reality show-t egy este Magyarországon 1,5 millió ember nézi áhítattal, akkor abban
előtte, közben, háromszor megszakítva is utána 8-10 perces reklámblokkok vannak. Még ebben a vacsora csatában is, amiről ugye a habatortán vagy halatortánt emlegettem, abban is a férjem fölveszi nekem, hogy majd felhasználja, most nem hoztam, pedig kérdezte, hogy nem viszed, mikor reggel kapkodtam össze a papírokat. Ott is külön kivágja a reklámokat, és akkor úgy összerakja nekem, és majdnem fele akkora lesz a műsor, ha kiveszük belőle a reklámokat. Hatalmas bevételeket generálnak ezek. És igazából többszörösen be vagyunk csapva, mert egyrészt szemetet kapunk a műsorok jó részében, vagy kapnak azok, akik ezt nézik. Másrészt pedig azt a reklámot, amit milliárdokat, Magyarországon majdnem 90-valahány milliárd forintot költenek egy évben reklámra a különböző cégek, amelyeket természetesen mi fizetünk meg a mosópor árában, a harisnyanadrág árában, a tornacipőben, a tamponban, és nem sorolom tovább. Tehát kétszeres, tehát egyrészt egy ízlésromboló, az emberségünket megsértő műsorfolyamot kell ennünk, mert azzal etetnek bennünket, másrészt pedig még a termékek árában is megfizetjük ezeket a műsorokat. Na de hát akkor nézzük meg a magyar televíziót, a közszolgálatot, hiszen az a feladatunk, hogy hasonlítsuk össze, hogy mi is a közszolgálat kínálata a mai napon az M1-en. És akkor utána azért egy kicsit körülírom, hogy mit is várunk el a közszolgálattól. Eszményében mi a feladata a közszolgálatnak. Egyébként még zárójelben annyit, hogy gyakorlatilag a kereskedelmi és a közszolgálati között finanszírozásbeli, illetve tulajdonlásbeli különbség van alapvetően. Az állam által finanszírozott, a mi adóforintjainkból finanszírozott rádiók, televíziók és esetleg lapok, azok a közszolgálatiak, általában csak a rádió, televízió tartozik ide. A magántőke birtokában lévő rádiók, tévék, lapok, az pedig a kereskedelmi. És a minden állam jól felfogott érdeke, és minden kulturális tárca jól felfogott érdeke, hogy az állam által finanszírozott közszolgálati médiumokat a lehető legmagasabb színvonalú, kulturális, közéleti, a szolgáltatástól, a hírszolgáltatáson át, a gyermeknevelésig, a zenei anyagtól, az irodalmon át, a legnemesebb anyaggal töltse meg. Mert mi a feladata a közszolgálatnak? Hogy emelje az emberek gondolkodásának, intelligenciájának, ismeretanyagának a színvonalát. Emelje, ne lehasaljon hozzá, vagy leguguljon hozzá, vagy lefeküdjön mellé a mocsárba, hanem tanítsa szépre, jóra. Én, amikor rádiós lettem, akkor ez ragadott meg 1971 óta, hogy itt annyi szépet, fontosat, gyönyörűt, embert nevelő ügyet, sorsot mondhatunk el. Annyira más megvilágításba mutathatjuk be az életünket, mint amit az emberek a hétköznapjaik során a maguk életében tapasztalhatnak. A gyötrelmeiken segíthetünk, vigasztalás, gyönyörűség, élmények, irodalmon át. Tehát egy hatalmas nagy lehetőség minden magára valamit adó állam kezében a közszolgálati televízió és rádió, ráadásul, ha hitelessé tudja emelni, vagy ha meg tudja őrizni a hitelességét, akkor azok a politikai üzenetek is sokkal inkább betalálnak a polgárokhoz, mint ha elveszítette a bizalmát, és már nem hisz senkinek sem. Mert a kereskedelmi médiumok legnagyobb baja, egyik legnagyobb baja az, hogy kioltja az emberekben az egymás iránti bizalmat, elfelejtik, hogy mi is a szeretet, elfelejtik, hogy mi az egymás iránti gyöngéd figyelem. Hát a mai kereskedelmi médiumokban nem találkozunk például a szerelemmel, mint eszménnyel. A reality showkban, a való világokban a győzikék
perverz, ostoba, primitív, magánéleti szenvelgéseit, nekik betanított jeleneteket produkálják, és azok a fiatalok, akik az internetet és a televíziót kapják nevelő szülő kiegészítésül, azok soha nem találkoznak azokkal az érzésekkel, azokkal a hitből bárhonnan áradó gondolatokkal és ismeretekkel, amelyekből az emberséget és önmagukat felépíthetik. Tehát valahogy itt a különbség a kettő között, és Magyarországon is az a baj történt, mint szinte az összes közszolgálati médiumban, Európában és a világon, hogy a nézettségért és a hallgatottságért egy olyan versenyre késztetik a televízióikat és a rádióikat, amelyekben csak alul maradhatnak. Mert nem tudják azt a nézettséget és azt a mérhetetlen színvonaltalanságot összehozni, mint amivel a kereskedelmi médiumok. Tehát az X-faktorral nem tudom szembeállítani a Röpüly Pávát. Nagyon egyszerűen. Pedig a Röpüly Pávát, mondták boldogan a Duna TV vezetői, 380 ezeren is nézték egy este. Na de hát a való világot meg 3,5 millióan nézik. Körülbelül ezek a különbségek. Na hát akkor nézzük a magyar televízió mai műsorkínálatát. Kora reggel ismétlik a Hexen újra töltve című magyar fantasztikus hétfő esti főműsoridőben adott sorozatot. Majd 9 órakor a Királyi háztitkai dél-koreai sorozat. Ezt követi a Múlt fogságában című brazil sorozat. Majd a Szenvedélyek lángja, valamilyen távol-keleti szappanopera, nem tudom hirtelen elolvasni, mindegy, a Szenvedélyek lángja. Ridikül, női talk show délután, elképesztő, kifent remek stúdiótechnikával, a Jakubcsek Gabriella hívja meg a vendégeit, és vannak őrületes szenvelgések, különböző nagyon izgalmas, és akkor meghívnak egy-egy férfit is, és szörnyű. Na, 20 óra 20 főműsoridőben ma a Párizsi helyszínelők X-edik folytatását láthatjuk a francia bűnügyi filmsorozatnak. 21 óra 10-kor King, kanadai sorozat, majd Gyilkosság, amerikai sorozat, és 23.35-kor figyelem. Ma 23 óra 35-kor Szomszédaink a magyarok, magyar dokumentumfilm sorozat, 3 részes, az első része Szlovákia. Tehát ne tévedjünk, jól eldugva, el ne roncsa valakinek az ízlését, a gondolkodását nehogy jó irányba terelje. A szlovákokról, tehát a Szomszédainkról bizonyosan nagyon igényes és jó dokumentumfilm. Sajnos ezekből is nagyon kevés van, mert nincs rá igény, mert hogy nem nézik olyan sokan. Ezt a Szomszédaink magyarokat valószínű, hogy csak 11 ezeren fogják megnézni. Ennyi lesz kimutatható. Mert éjjel 11:30-kor a magyar populáció jó része vagy alszik, vagy olvas, de semmiképpen nem néz. Vagy hülyeséget néz, amit szokott, de nagyon kevesen fogják nézni a dokumentumfilmet. Így van? Mit mond erre a vezetőség? Hát nincs rá igény, hát nem nézik. De lehet, hogy délután 5 órakor a Ridikül helyett megnézhetné 20 ezer ember. És egyébként itt a másik nagyon fontos jellegzetessége a közszolgálati médiumoknak, hogy annak az a kötelessége, hogy az állam, azaz a mi pénzünkből minél szélesebb választékot nyújtson a legkülönbözőbb műfajokból. És nem az a lényeg, hogy mondjuk a kórus kedvelők 20 percét, ami mondjuk minden héten 17 órától van, 17-20-ig 9 millióan hallgassák vagy nézzék, hanem hogy az a réteg, amelyiket kifejezetten érdekli, és mélyen közelről érinti a kórus élet, mert maga is kórustag, vagy az volt, vagy a gyereke, vagy az unokája, vagy egyszerűen csak szereti ezt a fajta zenét, hogy ő megtalálja, és ő kaphasson. És kaphasson a népzené kedvelője, és kaphasson a jazz kedvelője minőségét, és kaphasson a rádiójáték, ugye érték? És az egész kiad egy nagy több milliós létszámot. De a közszolgálatnak
Tehát nem az a dolga, hogy egy-egy műsorához leültessen 6 millió embert, vagy 3 milliót, vagy 280 ezret, hanem az, hogy az a műsor nagyon jó legyen, hogy mindig ugyanott megtalálható legyen, hogy minőségi produkció legyen, és hogy azt mondhassa az állampolgár, hogy én itt itthon vagyok. Igen, ezek értem dolgoznak, ezt én szeretem, ebben én bízom. Na tehát akkor átvettük a Magyar Televízió műsorát is, és akkor most szeretnék egy botrányra 10 perc még, ugye? Körülbelül mondta tanár úr, hogy ennek perc. Ugye most egyik botrány a másik után jön, a legkülönbözőbb fajsúlyúak. A Magyar Rádióban ugye említette tanár úr, hogy 4 évig alelnök voltam 1996 és 2000 között, és hát ott is ugye jöttek a különböző feszültségek, botrányok is, az elnökünk a nagyon bölcs és tényleg nagyon nagy önfegyelemmel rendelkező István főnököm azt mondta, hogy Juditkám, ne idegesítsd magad, minden botrány csak a következő botrányig tart. És ezt úgy megjegyeztem, hogy ez valóban így van, egyik jön már, mert nem is emlékszem, hogy múlt héten mi volt, ami miatt nem tudtunk elaludni, igaz, meg ami fölkavart, tehát az ember immunissá válik egy idő után, de mondjuk Angela Merkel nem igazán örült annak, hogy kiderült, hogy a fő szövetségese az Euróatlanti Szövetségben a legnagyobb amerikai Egyesült Államok titkos szolgálata évek óta lehallgatja a mobiltelefonját, vagy legalábbis rögzíti, hogy kivel beszél, lehet azt is, hogy persze azt is tudja, hogy a barátnője fölhívja, káposztás tészta lesz-e, vagy bifsztek, de hát azért gondoljuk el, hogy országos, európai világbotrány, és megint ott van a bizalomvesztés, Orbán Viktor elég jól meg is fogalmazta, hogy szóval azért ez nem jó, hogy a legmagasabb politika szintjén sincs meg az a bizalom, mert ugye minden jön lefelé. És az, ami félelmet gerjeszt az emberekben és bizalmatlanságot gerjeszt a mindennapok szintjén, az felerősödik azáltal, hogy lám ott fönt is ez van. Talán emlékeztek rá, másfél évvel ezelőtt rázta meg Angliát, és hát a legnagyobb bulvár sajtót az a botrány, amit tényleg szívszorító és rendkívül lesújtó gyakorlat, ami sajnos szintén a bulvár sajtóban nagyon erősen gyakorlat, hogy lehallgatják a telefonokat, rászállnak emberekre, föltörik a bank kártyáján keresztül a bankban, megtudják, hogy mennyi pénze van, azt megírják másnap az újságban. Tehát ez egy tudott dolog, de ez is olyan, hogy ha költő hazud, csak rajt ne kapjanak, tehát itt is ilyen hallgatólagosan elviselik a politikusok is, sőt, szóval nagyon nehéz a bíróságon is a végére járni. Na itt az történt, hogy elraboltak egy milliómos kislányát Angliában. Egy 4 éves kislányt, és a bulvár sajtó megszerezte a mobiltelefonját, a számát, és képzeljék el, hogy letöröltek üzeneteket a kislány telefonjáról. Amitől a szülők azt hitték, hogy a gyerek él még, holott már akkor 2 hete meggyilkolták. Tehát azt a reményt keltették azzal, hogy megbuherálták, ahogy mondják, a gyerek mobiltelefonját, és hogy tovább lehessen szőni, nap mint nap óriási példányszámban adták el az újságot, mert minden nap tudtak valami újabb sztorit kicsiholni az ügyből, és gyakorlatilag olyan mértékben háborodott föl a brit közvélemény, hogy ez a Murdoch úr, aki hát egy világ a legnagyobb média birodalom tulajdonosa, és elképesztő nyereségre tesz szert, ezt a World of the News című angol, mocskos, bocsánat, ronda bulvárlapot kénytelen volt bezárni. Tehát megszüntetni, mert egyszerűen nem lehetett, nem engedték volna neki, hogyha hatalmas perek is, nem tudom mi van. Tehát a lényeg az, hogy semmi sem szent. Tehát egy olyan őrületes harc van a profitért, és olyan őrületes harc van a között, a néhány tucat tulajdonos között, akik a világon lévő nagy televíziós és rádió és lapok, társaságokat és lapokat birtokolják, hogy semmi sem drága,
És sem a magán, de hát sem a mi magánéletünk, mint látjuk, sem a politika legfelsőbb szintjén dolgozóké sem szent, ha arról van szó, hogy a versenyben a példányszámmal, a nézettséggel legyőzzék a másikat. Na most ez a tény, ez nem tudom, hogy hol állítható meg. Tehát ugye mindig azt mondjuk, hogy fáj, hogy a magyar színházakban egy olyan alpári stílus lett divat, és egy olyan rendezői erőszak és brutalitás, amelyben a legszebb és a legveretesebb klasszikus drámákat is átírják, modernizálták jó néhány darabnak, Shakespeare darabnak is például, átírták a szövegét, hogy a mai kor nyelvezete szólaljon meg Arany János helyett, pedig ő elég jól lefordította ezeket a műveket, és a trágárság és a mesztelenség és a brutalitás uralja például a magyar színházak egy jó részét. És erre mi volna a megoldás egyedül, ha már fölülről nem lehet? Egyszerűen nem megyünk el. Vagy ha elmegyünk és ezzel találkozunk, akkor jó hangosan a 6. percben fölállunk, méltatlankodunk és kivonulunk. Ezt a legtöbb ember nem teszi meg, leginkább talán még néhányan a szünetben elmennek és nem jönnek vissza, de nem lehetne megcsinálni velünk, hogyha kivonulnánk. És ez a kivonulás, ez jelképes is lehetne. Tehát sajnos az önérzetünk és a válogatási technikánk és a szerénységünk és a jól neveltségünk és a időnkénti bárgyúságunk remek talajt ad és remek eszközöket ad a bulvársajtó és a tőkések kezébe. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy kerestem egy nagyon fontos és szép részletet, ha megengedik, ezzel befejezem, és esetleg van kérdés, szívesen válaszolok, mert úgy elhatároztam, amikor jöttem, hogy nem olvasok föl semmit, hanem csak úgy beszélek, mert a tanár úr azt mondta, hogy az jobb szokott lenni, mintha itt nagyon okos akarok lenni. A Gordon Brown, még ezt elmondom, mert ez is nagyon jellemző. Ugye a miniszterelnök Angliában. A kislánya súlyos betegséggel született. Ezt a kisbabát, hát ez óriási dráma egy édesanyának, ha megszüli a gyereket, és kiderül, hogy súlyos beteg. És akkor olvassa a szám szombati számában ennek az ügynek a részleteit. Hát gondolom, hogy nem kell hangsúlyoznom, hogy ez milyen brutális és milyen undorító dolog, hogy a bulvár sajtóban, ugye, mert rászállnak a kórházra, megfizetik az orvost, vagy a nővért, vagy akárkit, és úgymond szaftos írásokban taglalják, hogy súlyos betegen született. Na most mi történik erre, hogy bocsánatot kérnek, és ugyanaz a főszerkesztőnő, akinek a lapjában, ezzel aztán le volt tudva a dolog, ugyanaz a főszerkesztőnő, akinek a lapjában ez az ocsmányság megjelent, 3 év múlva, amikor újra férhez ment, ő még újra férhez megy, Gordon Brown elment az esküvőjére. Na most ugye mondjuk, hogy tudod, mikor mennék el én annak a nőnek az esküvőjére, akinek a lapjában ilyen orvtámadás éri a családomat, a legszentebb magánéletemet. Hát mi mondanánk, mert minket nem hajt az a kis apró ösztöke, hogy a következő választást is meg kell nyerni. És ha a következő választást meg kell nyerni, akkor nekem jóban kell lennem az összes szemét újság főszerkesztőjével, és az összes televízió csatorna főszerkesztőjével és tulajdonosával is, mert ők királyt tudnak csinálni, és királyt tudnak buktatni. Mert elegendő az, hogyha csak az ellenjelöltet cikizik hetente, és jelentetnek meg róla úgymond leleplező írásokat, nem is kell, hogy engem úgymond dicsérjenek, vagy jó színben tüntessenek fel. Elég, ha a másikat tendenciózusan lejáratják. Kimutathatóan kilóra meg lehet a voksok számát számolni, ha a Putyinnak, vagy a Berlusconinak, vagy bármelyik amerikai elnöknek a nagy
Bédia mágnásokhoz való barátságát vizsgálj. Jóban akarnak lenni, mert függnek tőlük. És ez a viszony, ez nem csak romlott, hanem ez a viszony rendkívül lehangoló is a jövőre nézve is, mert semmilyen nyomát nem hogy itt másfajta mentalitás, egy másfajta értékrend, egy másfajta emberi hozzáállás követné ezt a sok nagyon csúnya botrányt, amelyről vagy tudunk, vagy nem, de én nagyon nagy kritikával illetem azt a folyamatot, amely azért történhetett így, mert gyakorlatilag Európában is, a világban is a transzcendens nem létezik. Az Isten hitnek nyoma sincs, csak a napi érdek, az anyagi érdek, a törtetés, a gazdagság megszerzése, a kizárólagosság megszerzése a politikában, a pénzügyi világban. Gyakorlatilag sajnos ezért mondom, hogy kicsi apró szigetekben ott vannak az etikus, a morált szem előtt tartó, és itt van előttünk a Biblia, az Úr tanítását tiszteletben tartó, és aszerint élő és gondolkodó újságírók. Nekem nagyon sokszor, sok fájdalmat okozott, hogy az úgynevezett egyházi sajtó munkatársait, a katolikus vagy református újságírók, tehát az egyházi újságírók, vagy csak az úgynevezett konzervatív újságírókat milyen becsmérlően, milyen lenézően kezelik az úgynevezett menő, nagy lapok és televíziók riporterei, újságírói, mert innen látványos karrierek, nagy pénzkeresettel, nagy, hogy mondjam csak, előjogokkal és kiváltságokkal való sikerek nem mutathatók fel. Nagyon kevéssé mutathatók fel. Tehát ez egy a mi világunk árnyékban élő világ, és egy nagyon csöndes, nagyon kemény építő munkával képes talpon maradni, és mégis azért az elmúlt 20 évnek ez egy nagyon fontos eredménye, hogy azért a konzervatív újságírás, tehát a keresztény alapokra épülő, építő újságírás is azért kialakult, és a sok-sok kommunikációs tanszékből kikerülő sok ezernyi fiatal közül, akik Magyarországon ma a sajtó irányába indulnak, és persze egy jó részük nem tud elhelyezkedni, mert nincs ekkora fölvevő piac, mint ahányan akarnak szóvivők, meg újságírók, meg PR főnökök lenni, de azért közülük azért nagyon szépen már észrevehetően kikerülnek az igényesebb és a lelküket eladni semmiképpen nem akaró fiatalok. Ez nagyon fontos, és ez feltétlenül reményre ad alkalmat. És hát végezetül tényleg annyit szeretnék mondani, hogy az én életemben a legboldogabb és a legszebb korszakok mindig a mikrofon közelében töltött évek voltak. Tehát valóban a politika, a történelmi változás szele kilendített a Magyar Rádióból, de azután visszakerülhettem, sőt, a Katolikus Rádió megalapításával és azzal a szép 7 évvel, amit ott töltöttem, megélhettem újra és újra, hogy azért rádiósnak lenni, vagy szép és tiszta, fontos televízió műsorokat készíteni, az egy olyasfajta lehetőség, mint egy tanárnak valóban egy országos katedra. Tehát visszaadni valamit abból, amit én megtanultam, meg amit az emberek révén átadhatok, hiszen azért soha nem az újságíró meg a riporter a lényeg, hanem az, akiket bemutat, és amit, ahogyan bemutat. Ez egy olyan lehetőség volt az én életemben, és egy olyan csodálatos ajándék is, ami minden marhaságért, nehézségért kárpótolja az embert, úgyhogy ez, ennek a gyönyörűségét talán majd egy másik előadásban meg fogom tudni mutatni, mert remélem, hogy még elhívtok. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
ha valakinek menni kell, mert idő szorítja, nyugodtan menjen, maradjon még, és ha szabad kérdeznünk tisztelettel, akkor hadd kérdezzünk. Hiszen van sok kérdés kinek-kinek életében. Ha nincs kérdés, az se baj, mert mindenki elég fáradt lehet, mert hogy este 7 óra van. Azzal kellett volna kezdenem, hogy köszönöm, hogy rám áldoztátok, a találkozásra áldoztátok az estéteket. Ez a legnagyobb értékek egyike, hogy az időnket, az esti otthoni nyugalmat az ember föladja azért, hogy emberek között, barátai között legyen. És ez egy jó hely, olyan szép volt messziről meglátni a templom kivilágított tornyát, úgyhogy itt jó lehet együtt lenni, de kívánom, hogy sokszor itt legyetek, és hogy még a rózsa is itt van, hogy még Kolozsvár helyett itt találkozunk, most legutóbb Kolozsváron találkoztunk, olvastam, megírtam is neked, ugye, hogy most keresed a fészket, de remélem, hogy sikerül a fészek rakás is, tudsz dolgozni. Ez Rékával is. Réka, így van, és hát veled is szerintem Zsobokon találkoztunk most utoljára, nem ott voltál? Nem voltál? Miskolcon, igaz, mert Zsobok tavaly volt. Jó, szóval nagyon aranyosak vagytok, meglátlak benneteket a tévében, a letérkedőben. Igen, ügyesek tudtok lenni. Úgyhogy jó kis csapat. Mit csinálja Magyarország ezzel a mostani svédországi botránnyal? Hogyha neked lehetne valamit tenned, mert olyan pozícióban volnál, mit lehetne tenni? Itt mindig, ha nem is vesztesek vagyunk, de rövid távon nem lehet nyerni. Tehát a hazai erőkkel megkomponált rágalom az sokkal erősebb. Tehát mondjuk Heller Ágnes a maga gyönyörű mi voltában, hogyha elmondja... Igen, egyszerű. Akkor azt is tudod, hogy milyen okos, nem csak az, hogy milyen szép. Igen. Most nyáron a Farkasházi Tivadar kertjében megrendezték a szárszói találkozót, és ez a nagyszerű hölgy képes volt egy olyan fehér trikóban megjelenni, amiből kint volt a hasa. Ugye 80 éves korban ez rendkívül előnyös szokott lenni az ember számára, de ezt még megtetészte azzal, hogy egy fekete férfi zokni volt rajta, és egy sólpapucs. Úgyhogy ez így együtt, ez az egész teljes mértékben lenyűgözte az újságírót, aki erről beszámolt némi iróniával. Hogyha szervezetten, és sajnos teljesen, most finom leszek, rossz indulatúan, tehát rossz hiszeműen beállítják Magyarországot, és egy hosszú riportban, főműsoridőben ezt előadják, akkor ezután hiába, ezt nem lehet cáfolni. De ha megcsinálnak most 3 riportot, mert mondjuk a megoldás mindig csak ez, hogy akkor megszervezzük, hogy nincs is helyreigazítás, nincs tiltakozás, hanem legyen ugyanabban a műsoridőben a hiteles Magyarország képről is szólalhassanak meg olyan emberek, mutathassák azokat a felvételeket, de ezek soha nem érik el ugyanazt a hatást, mint az első botrány. Ez mindig így van. Elképesztő, hogy Bécsben micsoda filmeket adnak le például, vagy a holland televízióban. Nálunk csak éhes gyerekek, nyomoroncok, a hajléktalanok és fasiszták vannak. Tehát tulajdonképpen, ha végignézzük ezeket a megnyilatkozásokat és hozzá a felvételeket, hát minden országban lehet, tehát Amerikában is megyek az egyik oldalon még 100 millió márvány burkolatú, zöld szőnyek kint, és pálmák is, minden is a következő sarkon, meg ott fekszenek a bedrogozott hajléktalanok. Tehát ezt bárhol lehet olyan felvételt csinálni, hogy az derül ki, hogy ott 10 millió ember lezüllött és jövőtlen, és ráadásul a kormány diktatúrát, és nem tudom. Úgyhogy ez ellen, tanár úr, hosszú távon lehet, mert azért mindig betelik a pohár, és azért egyébként ezek a svédek engem hetekig gyötörtek, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának az elnökével csinálhassanak interjút, majd miután mondtam, hogy nem kívánja, nem, akkor azzal jött egy másik,
de ugyanettől a televíziós társaságtól, csak egy másik nő írta, hogy nekik az is elég, hogyha ők küldenek kérdéseket, és írásban kapnak választ. Nekik az is elég. Na most hátradőltem és kacagtam, nem sok jókedvel, hogy ugyan micsoda televízió műsor az, amelyben elegendő egy akadémiai elnöktől írásban megadott szöveg. Hát hogy vágja azt be? Milyen képsorok, milyen nyilatkozatok közé? Hogy kommentálja? Hogy vezeti föl? Tehát a visszaélés és az arcátlanság vegyüléke volt ez a két-három soros kérés, hogy nekik akkor elég, ha elnök úr írásban megküldi a választ. Tehát értik, tehát hogyha egyszerűen a lejáratás a cél, akkor a mi eszközeinkkel nem tudunk nyerők lenni. Csak az, hogy szisztematikusan és sokkal összeszedettebben és nagyobb energiákkal foglalkozunk azzal, hogy milyen a külföldi megjelenésünk. Tehát a magyar intézetekkel, a különböző rendezvények támogatásával, sziszifuszi munkával, hát ha megnézzük a románokat, Trianon óta, és már előtte is zseniálisan csinálták, hogy a nemzetközi szintéren, hogy így van, mosolyogtok édeseim, mert így van, történelemkönyveket és a legkülönbözőbb propagandaanyagokat nyomták, tele vannak az angol és francia és amerikai könyvtárak a hazug, méregdrága, remekül kivitelezett könyvekkel, lefizetik a televíziókat különböző műsorokért, szóval ez egy áldatlan verseny, és nekünk ebben már van rutinunk, azért ez most nem ez az első. Mi ezt tudjuk, hogy Magyarország ellen mindig nagyon erős ellenérzésekkel viseltettek. Tehát az, hogy mi csak magunkra számíthatunk, ezt jó, ha ez az ifjúság megtanulja, mert mi ezt tudjuk, a fiatalok pedig meg kell tanulják, de ez nem elerőtlenít bennünket, hanem csak erősítsen meg, hogy kőkeményen nekünk sokkal jobban kell tudni nyelveket, nekünk sokkal ellenállóbbnak kell lennünk, nekünk sokkal munkabíróbbnak kell lennünk, és akkor szóval nem lehet azért elsöpörni ezt a kis országot. De az, hogy innen belülről, de hát ez Kumbéláéktól kezdve ez így volt, hogy egyszerűen kimennek és kintről hozzák ellenünk a segítséget. 56-ban volt utoljára. Jó, akkor köszönöm. Van még kérdés? Ilyen, tessék parancsolni. Sokan és sok éven keresztül szívták az emberek a 96-os egyes törvényt, a médiatörvényt. Igen. Most már van egy új médiatörvényünk, amiben ugyanúgy, mint az elsőben, nagyon szépen meg van fogalmazva a kiegyensúlyozott tájékoztatás mindenütekhez, a szép magyar nyelv ápolása, és nem csodálom tovább. De akkor hogyan? Most már egy új médiatörvényen. Hozzá megadották a médiakodexet. Etikai kódex, minden van. Minden van. Igen. És akkor hogyan lehet ezzel tartani? Hát ugye mi is, nekünk is igényesnek kellene lennünk, és követelnünk, de valahogy annyira eltompítottak már bennünket ezzel a sok bucsokkal, hogy már nincs lelki erőnk ezért harcolni, mert már most tényleg harcolni kellene a minőségért. A szépért, a jóért, a szeretetért, a mindennapunk szépért keresőért. Van sok, még mindig van nagyon sok olyan újságíró rádióban, tévében, aki igényes, aki szépen beszél, és aki művelt, aki komoly műveltséggel rendelkezik. A nagy baj az, ha olyan vezetők kerülnek magas polcra, akikből hiányzik ez a fajta igényesség, hiányzik ez a fajta komolyabb műveltség, hanem ők is egy kicsit azt mondom, hogy a kereskedelmi médiára sandítva, egy kicsit azon felnövekedve, mert ezek a mostani 40 évesek, elnézést kérek, de nem mondok véletlenül sem neveket, hát ezeknek az a minta. Tehát nem az úgynevezett unalmas szürke közszolgálata minta, pedig ez egy butaság, mert nem feltétlenül kell unalmasnak és szürkének lenni a közszolgálatnak. És hát a fejétől úszik a hal, ha fönt igényesek, ha azt hiszik, hogy hát újjáalakítják a nyelvi bizottságot, és meghallgatnak egy hónap alatt 600 televíziós meg rádiós, mint ami történt, és akkor ők felmérték
a nyelvi állapotot és a beszédtechnikai javaslataikat megteszik, de ha ugyanazok a gyerekek ugyanúgy ott maradhatnak pöszén, meg 350 szavas szókincsel, és vezetnek műsorokat, és kint van az arcuk óriás plakátokon, mert az a sztár Magyarországon, akit annak kineveznek, utána meg elejtik és elfelejtjük, nem az a sztár, aki több évtizeden át megtanulta lépésről lépésre. Tehát ez egy hosszú és nem pártonként, meg négy évenként változó vezérkar, meg koncepció, hanem ez egy nyugodt, kiegyensúlyozott a folyamatosságra, és a folyamatos, következetes igényességre épülő munka lenne. Tehát mindenki csak rövid távon él, rövid távon akar sikereket. Most tényleg nagyszerű emberek vannak még mindig a rádióban, most nem csak a miénkre gondolok, hanem a magyar rádióra, éjszakánként, ha nem tudok aludni, akkor tudok rádiót hallgatni. Tehát tényleg szívmelengetően fontos és szép dolgokat hallhatunk, de mindig belebotlunk abba is, ami igénytelen, ami nem odavaló, ami olcsó, ami agyonismételt, a régi előrángatott 60-as, 70-es évekből retro, minden nap például retro kabaré van a Kossuth Rádióban. Hát azelőtt ez elképzelhetetlen lett volna, hogy értékes, fontos műsoridőben bornírt kabaré tréfákat ismételgetünk x-szer. Tehát azért mondom, hogy a pénz is nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy egyenletesen több évre előre tervezhető műsorfolyam, amelyben tényleg, hát most úgy a Kossuth kiflit, ugye a Fehér Bélának, vagy Hegyi Béla, Fehér Béla regényéből Kossuth kifli, egy hosszú, nem tudom hány részes, nagyon drága, igen, jövőre fogják bemutatni, hát ezt úgy mondják, mint valami csodát, hát a 60-as, 70-es, 80-as években hetente készültek tévéjátékok, a magyar irodalomnak a színe javát láthattuk a televízióban. Tehát szóval ehhez pénz is kell, de helyette ezeket a Szeretlek Magyarország, mondjuk vasárnap este ez a televízió műsor a magyar televízióban beöltöztetve, tízére beintésre tapsolva, örjöngve, celebek által versenyeztetve másfél órán keresztül, vagy hát egyszerűen sírni kell rajta. Így van? Ami helyett milyen gyönyörű dolgok lehetnének, és az emberek vágynak rá, és biztos, hogy megnéznék. De hát, jó, szóval a gyerekeket meg kell tanítani média használatra, a kicsiket, hogy igen, lehet tévét nézni, lehet, csak ki kell tudni választani. És meg kell tudni különböztetni a vackot a nemestől. Ezt a gyerekeknek meg kell tanulniuk, ami nem egy egyszerű dolog, mert az interneten csüngenek, most ott voltak nálam az unokáim, és szerencsére nem interneteztek, hanem játszani akartak ezeket a játékokat, de ezt is nagyon megválogatjuk, hogy mihez ülhetnek le, de nem lehet teljesen eltiltani. Tehát egy 13 éves, egy 11 éves, egy 9 éves fiú, hát azt akkor kiközösítik az iskolából másnap, hogyha ő nem ismeri ezeket a izéket. Igen, hát ez tény, az unokáim most mondják, hogy kénytelen, és az alányom is kénytelen megengedni, mert akkor kiközösítik a gyereket, ha nem tud hozzászólni. Uh-huh. Még a szépirodalmi könyvek enyém olvassák, hála Istennek, de el kell olvasni azt is, ami éppen szlángeres. Igen. Igen, szóval nagyon nehéz, de azért nincs semmi nagy baj. Nagy baj nincs, mert azért csináljuk a magunk dolgát. Van-e még kérdésük? Ha nem, akkor hazaengednek a férjemhez. Az én szegény, többszörösen hátrányos helyzetű uramhoz. Jó, meg mi nekünk még kell egy-két szót váltanunk, jó? Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ma este ragyogó, szép este volt, nem kell mondani. Volt itt egy mondat, belekapaszkodom, mint a fuldokló a mentőövbe. Ugye meghívtott még egyszer? Igen. Már most meghívtott. Igen. Köszönöm, lesz a közben járó, és felszínűleg legyen folytatása, szívből kívánjuk. Gyönyörű este volt. Köszönjük. Igazán köszönöm.
Köszönöm szépen. Holnap este 6 órai kezdete Novotny Zoltán jön közénk. Üdvözlöm őt, mondjátok. Megmondjuk feltétlenül a sportszerkesztő, aki presbiter, evangelikus presbiterember, beszél élményeiről, amit átélt sportesemények kapcsán, és a média világé folytatódik ilyen formában is. Aki el tud jönni, vendégek az és eljönne, holnap este el tud jönni, várnánk 6 órára Novotny Zoltánt hallgatnánk. Novotny Zoltán egy kitüntetett szereplője a Magyar Rádiónak, aki hosszú évtizedek óta egyenletes színvonalon, végtelen lelkiismeretesen, nagy hozzáértéssel, gyönyörű beszéddel, fantasztikusan szépen beszél. Állja a sarat, pedig hát már ő sem pályakezdő, és figyeltem, néhány szereplésünk volt, nem annyira műsorban, mert én sportműsorokat nem készítettem, de volt egy-egy ilyen tanácskozáson, itt ott beszéltünk együtt, és a legkisebb feladatra is úgy készül föl Zoli, mint hogyha az élete függne tőle. Jegyzet, összeszedettség, gondosság, tehát ez egy olyan iskola még az övé, amit jó lenne továbbadni. A mai riporterek jó része azt hiszi, hogy ő úgy született, hogy már mindent tudott, és hát minek kell túlkészülni, hát innen kirázza az ujjából. Aztán olyan is. Nagyon szépen köszönöm, akkor Zolinak feltétlenül legyen szíves megmondani, hogy szeretettel ürelem. És várjuk, újra várjuk a szink. Rendben, jövő. Köszönöm szépen. Áldás békesség. Áldás békesség. Köszönöm, áldás békesség.